Na, elvileg itt vagyok. Igen, de itt ugye előfordul. Hát igen, ez sajnos ez ilyen. Ilyen néha előfordulnak ilyen technikai problémák. Na most kíváncsi vagyok egyébként. Hát, effort. Ja, szóltak, csak nem jöttél rá. Ó. Na, akkor nézzük a medvét. Köszönöm, hogy amúgy ennyien itt vagytok. Meg is lep, megmondom őszintén. De jól esik. Nagyon jól esik, hogy itt vagytok. Na, azt mondja, hogy... Amúgy ebben az a fasza, hogy legalább most az előző részt azt úgy nem is kell kiexportálni amúgy izére. YouTube-ra. Nincs, hogy meg se történt. Nézzük. Nézzük. Elvileg egyébként, tehát nagyon nem változtattam a beállításokon. Már azt írja, hogy túlterhelt kódolás. Az nem biztos, hogy annyira jó. De mi a fasz? Hát ez a játék, ez nem. Na, álljatok már. Grafika. Reset. Ó, persze! Jaj, de idióta vagyok! Hát idióta vagyok. Hát nem high-on volt ez, hanem médiumon volt, bazd meg. A kutya meg a kurva istenit, bassza meg. Már bocsánat. Hát persze, jó, igen, tehát nyilván streamen kívül persze, hogy elfut ez maxon. Nvidia frissítés. Nvidia. Visszaállítottál mindent, remélem a Sekiro-nál is visszaállítottál mindent, hogy rohadnál meg. Istenem, bazd meg, komolyan. És bazd meg, még profilom is van, érted? Amiben elvileg elmenti ez a nyomorék. Elmenti a beállítások, a szia Thanos. Istenem hallott, komolyan mondom. Hát Astrakan, hogy az Nvidia, az monitorozza, hogy milyen játékok vannak a gépeden, és a beállításokat elvileg... Már megint magas. Megint magas, akkor levesszük lóra, le van szarra. Kit érdekel? Minimum. Szóval optimalizálja a játékot, játékoknak a futását alapvetően, és hogyha úgy érzékeli, hogy te nem olyan beállításokat használsz, mint ami szerint optimális lenne a játékhoz, meg a géphez, akkor ő azt felül tudja írni. És igen, és valószínűleg ilyenkor Nvidia frissítésnél eltűnhetnek beállítások. Úgyhogy köszönjük szépen Nvidia a dolgokat. Cuki, cukkermókus vagy, Nvidia. Mondták már. Pedig mondom, egy profilom is van, ami elvileg felhőben szinkronizál, mert minden faszom, tehát... De amúgy most mindjárt másabb a helyzet, mert most a CPU van 80%-on, és a GPU meg csak 57-en, tehát azért mondjuk ez így mindjárt jobb. De felülírja. Tehát, hogyha olyan van, hogy ilyen Nvidia frissítés van és valami félre megy, akkor ő felülírja a beállításokat. Ilyen cukkermókus. Viszont... Jó, hát most minden lóvom van alapvetően. Igen. Igen, ez ilyen mászkálósos játékos. I didn't catch what you were saying back there, Selma.
Nem az a baj egyébként, hogy a, ugye végjáról streamelek, és a végját terheli ugye főleg a játék is. Hát majd lehet, hogy majd venni kéne egy másik végját, és akkor azt terhelni. Nem tudom. Mármint a izével, a streaminggel. Hát elhiszem Tom White, elhiszem. Jaj, Trakán egyből, tudtam. Egyből, PS. Vegyél PS-t. Hát még tényleg jó a PS. Alapvetően. Csak azért a... És érdekes, most így megvan a 62 FPS-em. Milyen érdekes. A Red Plague protokoll. Ne lépje be. Ja. Tudjuk, ismerjük. A Red Plague protokollt. Ó, ott van valami loot. De mondom, biztos vagyok benne. Egy dolgot viszont szerintem biztos, hogy feljebb vettem. A view distance-t. Azt szerintem én azt feljebb vettem. Már akkor is idegesített, hogy miért töltődik be olyan szarul. Azt mondja, annyira boldog vagyok amúgy, mióta van PSM és Nati, csak munkára van. Ja igen, meg a WoW, meg a Heroes 3. Aha. Hát igen, mondjuk a Gogon amúgy jókat lehet kifogni. Alapvetően. Most a Diablo volt olyan, ami akciós volt. Kicsit még szétnézek, megvan az ajtó, de szétnézek már. Hát, igazából egyébként nem tudom, a Linux-ral nekem mindig ilyen felemás érzelmeim voltak. A szerverre amúgy nyilván kurva jó. Tehát a Raspberry Pi, Banana Pi, ugye ezekre használtam Linuxot, és arra baromi jó volt, tehát kurva stabil. És nagyon kevés erőforrásból cöcörög a kis hardverem. Ugyanaz a hardware, mondjuk egy Banana Pay-re, hogyha lehetne Windows-t rakni, bár szerintem meg is oldották amúgy, hogy Windows-t lehessen rárakni. Nem biztos, hogy ugyanolyan teljesítményt tudna nyújtani, meg felhasználó élményt. Hát igen, az Ubuntu az egy... Igen. Nekem Fedora-m volt a munkahelyi laptopon, de azt nem szerettem. Azt mondjam, nem szerettem a Fedora-t. Minden szarjátrény járt, meg minden elbaszódott egy frissítésnél. Úgyhogy azt nem. Boys, welcome to the House of Bones. Don't let the creepy sign scare you. Ambush. Na nézzük. Level 20-as. Nem tetszik. A Arch Linux, igen, az ilyen nagyon... Azt sokan szeretik egyébként az Arch Linuxot. Pontosan nem tudom, hogy miért, de sokan szeretik. Hát ez nem biztos, hogy annyira nagyon jó volt. Hide, szerintem. Hát lehet, hogy mentani kellett volna. Visszatöltjük. Mi volt tegnap? Nem meséltem, Ebu.
Nem mesélte. Egyébként érdekes, hogy a izé is most nagyon ingadozik, a bitráta is nagyon ingadozik. Lecsapta az áramot. Hát mit csinált? Amazon. Mebu. Igen, az bármilyen hardware, az gyakorlatilag a kávéfőzőre is rá lehet pakolni. Amúgy nekem pont ez volt a bajom, az egyik bajom amúgy a Linuxokkal, hogy sokszor számomra is nem azt mondom, hogy megoldhatatlan problémák elé állított, mert ilyen nem mondom. De nagyon sok idő elmen sokszor azzal, hogy na most akkor milyen csomag, milyen dependencivel, ez most miért nem működik, annak mi kínja van. Nem tudom. Tehát nem akarok ilyenekkel foglalkozni. Ne ezzel hátráltasson. De mondom, ez a Fedorának szerintem a hülyeségem. Bár amikor DNF csomagkezelővel már azért sokat javult a helyzet. A Jummal azért voltak problémák, elég komoly problémák voltak a Jummal. Common scrap, broken gun. Akkor mindjárt ott majd mentünk elől egyet. Nem tudom, egyébként van egy képességpontunk. Az 57... 24... Hát ez kevés. So cold up in these parts, I can't feel my beak. Yeah, I've never been this far north before. I feel cold to the bone. És akkor itt most mentünk egyet. All these bodies. This is just. There's something out there waiting for us. I can feel it. Van itt valami, ami csak ránk vár. Hát remélem a loot. De nem, mert már láttuk, hogy vannak enemik is. Hajszál... annyira nem bírja izé? A biztosító szekrényetek a... Az ilyen... Mert hogy a... Nekem Pesten volt az előző. Az előző a bérletben volt olyan, hogy... hogy légkondi plusz, sőt, még mosógép plusz porszívó sem tudott egyszerre menni, mert lecsapta. Mondjuk a hajszállítónak nem kéne annyira nagyon durvának lenni. Jajjaj, jajjaj. Kéne annyira nagyon. Az a baj, az a baj. Itt 20-as szintű. Hát végül is egy életem, egy halálom, meg egy mentésem. Out of range. Próbáltam csendben megölni, de nem nagyon jött össze. Nagyon leesett a bitráta hirtelen, nem stabil. Furcsa. Furcsa, hogy most ilyen problémák vannak. Hát lehet, hogy... Hát nem olyan, hanem a videókártyával van. Dax, mi a fasz csinálsz, bazd meg? Mi az, hogy no line? Hát hol vagy te? Kecsi, elmisszeli, bazd meg! Elmisszeli. Hát basszál már ilyet. No chance to hit. Hát talán meg kéne fordulni. Borni. Jó,
a harcos sütőnek a sütő része, a két-három főző felül. Jaj, hát mondjuk azért az durva egyébként. Mondjuk azt aláírom. Igen, egyébként általában az szokott lenni a baj az Ubuntu-val, hogy annyira csicsás, meg annyira mindent tudni akar, meg ilyesmi, hogy közben meg pont a stabilitás kárára megy az egész. Jó, igen, és akkor elvileg még valahol még vannak. Gondolom én. Invalid target. Uh-huh. Hát akkor oda megyünk. Ja, hogy ő jön. Aha. Rendben, Dítu, köszönöm szépen azért, hogy itt voltál. Jó volt látni téged. Talán szép estét. Csőcső. Na. Kifeküdt. Nagyon jó. Na. Jó volt. Egész jól ment. Igen, kocsi kiáltásom volt. Smart stalker will show us where the sacred numbers are kept. Mikor volt? Mikor volt ez a stream? Mármint egy időpontra, mert hogy... Jó, mondjuk tegnap amúgy sem tudtam volna nézni, az igaz. Az ott egy medbot ott hátul? Maradjatok ott. Körbenézek. Nem tudom, amikor kezdődött pontosan? Ha. Tényleg amúgy mindegy, már tegnap ugye Nyírbátorban voltunk. Igen, azt mondta, hogy volt egy kis hangtechnikai problematika. Hát igen, ez meg most nálam olyan, hogy nálam meg izé volt. Nálam meg most egyéb technikai probléma volt. Nem tudom tényleg, mi van most a... Ennek a játéknak elvileg nagyon szépen kellett volna futnia. Bár mondjuk lehet, hogy alulra vettem le. Hát most azért elég jól elkerültek minket a technikai problémák, én azt mondom, lekopogom. Ó, hogy értem. Anya. Most tudjuk embussolni. De hogy mozog? Kritikál hitet kapott. Bormint ignoráljuk. Őt beaktiváljuk. Na, kritikál? Ajj, de kár. Hát, a technika az mindig ilyen. Yes! Ez egy ilyen sport, szokták mondani. 5 weapon part. Nagyon jó.
Fent van egy szekt pyro. Szektás pyrónk van fent. Néztem, de megmondom őszintén, nem fogom sokáig nézni. Vagy hát nem néztem sokáig Pistire, mert... mindegy. Tehát nem a játékot kell, tehát ez a... Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye. Tehát ez, erre ezt tudom mondani. Attól, hogy Pista nem tud játszani a játékkal, vagy nem úgy játszik, ahogy kellene, az nem a játék hibája, szerintem. De tényleg engedjük el, mert... Meglepődtem. Hát őszintén szólva, egy kicsit igen, amúgy. Meglepődtem. Jézus Krisztus, hogy mennyien vagytok itt, bazd meg! Hát ez jó, az a mai stream arról fog szólni, hogy ezt a pályát megtisztítjuk. Úristen! Van egy medbot, 20-as szintű, 20-as szintű medbot. Igen, komolyan meglepődtem, megmondom őszintén, komolyan meglepődtem. Hát én azt elhiszem, hogy ki kell ismerni a játékot, csak... hogy mondjam... tény, hogy teljesen más a játék. Igen, csak akarva akaratlanul is mondott azért róla véleményt. Tehát azért elejtett egy-egy fél mondatot arról, hogy hát neki azért ez így annyira nem... Ő nem tudja, hogy mit mondjon róla. Ez ugye elég sok mindent elmond, tehát azért ha a DS-ekért odáig meg vissza van, háromszor. Jaj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 
Bacsort le kell szedni. Regroup. Break up. Over here. Húha. Várjál. Ha most őt recallolom, akkor... Ha Pistinek szarnapja van, akkor nehéz... Végig fogja játszani, ez teljesen egyértelmű, végig fogja játszani, persze. Tehát ez... Mondjuk egyébként nyilván másfelől, tehát... Másfelől meg azt mondom, hogy meg tudom érteni, csak furcsa egy picit, hogy... Tehát nyilván, hogyha valakinek szarnapja van, akkor... Nem jó. De most lehet, hogy így jó lesz. Hey guys, come here. Selma, faszért nem jössz ide. I got this one. Follow me. Na, úristen. Hát mondjuk erre azért nem számítottam, megmondom őszintén, hogy ez annyira bonyolult lesz. Jó, remélem, hogy innen tudok ambusolni. Egyébként igen, tehát abban igaza van Tomnak, hogy Pistivel nehéz. Hogyha nehéz napja, vagy ha szar napja van, akkor tényleg, akkor ő különösen. Figyelj, jön. Save. Ambush. Abban a pillanatban ambush. Deaktivál. Öl. Gyilkol! Kritikál. Kritikál, hitet nyomott. Öld! Majdnem. Nem kapott. Ajajaj, hívja a haverjait. Igen, egyébként ez is, hogy... Így furcsa voltam úgy. Nem, de én megmondom őszintén, meglepődtem. Hogy ennyire kiakadt a bosszon. Szerintem amúgy sokat fejlődött a játék. Tehát szerintem sokkal kevésbé frusztráló, mint a... Pedig ahhoz képest, hogy amúgy mennyit módosítottak azon, mennyit módosítottak a játékmeneten, meg mindent, tehát ez... Úgy van.
Le lettél puffantva. Jó. Hát figyelj. Overwatch. Ha? Jó, akkor legyen Overwatch. Legyen reload. És akkor Overwatch. És itt maradunk. Overwatch. Igen. Igen, igen, igen. És ez szerintem ez probléma. Tehát én értem. Ajj, de szépen visszat. Én értem, mert ugye a God of War-nál is ugyanez volt nálam. Tehát ott is voltak olyan hülyeségek, amik teljesen kiakasztottak egyébként. Viszont az én véleményem az sehol nincs. Pistéhez képest is, hogyha... Igen, az a baj, hogy miatta fogják megítélni a játékot. Az ő... Igen, 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 szeressék. Én is kedvelem a srácokat, aztán semmi bajom nincsen velük, csak tényleg azért. Overwatch. Tudok lőni? Nem. Tudok lőni. Figyelj! Elmisszelte! Várja. Már vele. Megpróbáljuk a lehetetlent. Hoppácska! Hot damage. Hot damage. Ajaj, jön a medbot. Ajaj. Ó, Long Johnson. Baj van. Ezt... Jaj, bassz meg. Kurva nagy baj. Ez kurva nagy baj. Geci, elmisszeli, bazd meg. Hát, a világon nincsen. Oh-oh. Nem állunk jól. Nagyon nem állunk jól. Nem állunk jól. Szerintem visszamegyek a bázisra, inkább. Meg van még egyébként egy terület, amit még nem... nem azt, hogy nem fedeztem fel, hanem hogy nem öltem meg ott az enemiket. Szerintem inkább oda megyek vissza. És inkább fejlődök még egy picit. Mert azt hiszem valahol itt ez a... Itt a high road, azt hiszem itt ezen részen volt. Visszamegyünk oda. Mert vannak ilyen alacsonyabb szintű, vagy nem is tudom, nem feltétlenül alacsonyabb szintű, csak úgy nagyjából velünk egy szinten lévő enemik. Szóval ez lehet, hogy ez... Na, de mindegy, az a lényeg, hogy ne más streamerekről beszéljünk. Mert itt van nekünk ez a játék. Még szeretnék befejezni. Amúgy most úristen, tehát tudtam, hogy ez az év, ez olyan lesz, hogy atya úristen, tehát Sekiro nélkül, minden nélkül is gondoltam, hogy lesz mivel játszani. Azt nem gondoltam volna, hogy ennyi minden lesz, és ennyire kevés időm lesz streamálni. Beszélgessünk erről a közösségről, beszélgessünk. Megú. Viszontom tényleg kis fasz a kis közösség jött itt össze. Itt igazából itt a hát nem is tudom, a ex-család streamerek környékén vagy körül tulajdonképpen.
Jó kis összetartó közösség. Tetszik egyébként, az, pont tegnap beszéltük egyébként Drágámmal, hogy tök érdekes, hogy... Hogy... Igen, láttad Vienkát is személyesen? Na. Ex-család, igen. Farewell. Milyen jó, hogy... Hát, mit akartam mondani? Ezt mondom, a kognitív képességeim a béka segi alatt vannak, szóval... szóval, hogy... hogy igen, hogy tegnap beszéltük Drágámmal, de mit beszéltünk tegnap Drágámmal, mit akartam mondani? Mindegy, nem tudom, majd eszembe jut. Ja igen, hogy például én már úgy vagyok vele egyébként, hogy például nem is esik igazán jól játszani streamen kívül. Tehát, hogy nagyon ritka az, tényleg most DS2-ben farmolgattam, meg ilyesmi, de azért az más. És sokszor van olyan, hogy belenézek a kamerába, oldalra nézek, vagy a chatre is. Ja, nincsen chat, nem megy a stream. Tehát... Hozzá tud szokni az ember nagyon könnyen. Egyetlen weapon parts kéne. Na. Tracker. Hát nem tudom egyébként, furcsa, ezt beszéltük, hogy amikor voltunk a Grunban. Nem tudom, hogy mi lehet a jó. Ez micsoda? Grants Iridia Shop. Hát nem tudom mondjuk melyik lenne a jobb. Ez micsoda? Az jó, technofób. Hát akkor kifejlesztjük ezt. Azt kell. A YouTube videókat fogok mutogatni és be arról beszélünk. Igen, az a baj, hogy nem, tényleg nem tudom, hogy mi a recept egyébként ahhoz, hogy az ember felfigyelje. Nálam sem jó az fel. Úgy látom, hogy nem azt mondja, úgy látom, hanem hogy látszik az, hogy nagyon sok tényezőtől függ egyébként, hogy éppen mivel játszok, éppen mikor játszok. Az se garancia, hogy mit tudom én, hogyha DS2-vel játszok, akkor mondjuk fixen tudok hozni 20 nézőt. Mert nem. Nem tudok. Szóval, ja. Furcsa interneten dolgozni, úgymond, vagy hogy mondjam, tehát internetre tartalmat gyártani, mert tényleg nem tudod, hogy mi az, ami bejött az embereknek. Venni kéne ilyet. De amúgy ezt kéne megvenni. Hát ez mindig jól jön, az a baj. Alapvetően. Igen, egyébként dumálni jó. Sokszor cseten, vagy így veletek, tehát így stream közben. Miközben játszok, közben dumálgatok, el vagyok. Én elvezem, tehát én ezt a részét nagyon szeretem egyébként. Abszolút. Megmondom őszintén, hogy az antiszociális énem az ebből a szempontból nagyon visszafejlődött, vagy alul maradt, mert én nagyon-nagyon szeretek így játék közben, stream közben. Tényleg olyan, hogyha itt lennétek körülöttem, társaságban, minden, és akkor így együtt játszunk gyakorlatilag, vagy nézzétek azt, hogy én játszok igazából már az is. Ez hogy maradt itt? Ez a common scrap? Halló? Tehát egyébként nagyon sok streamer mondja, hogy ezt nagyon szereti például. És igazából, ha... Nem is tudom, tényleg most úgy vagyok vele ezzel a játékkal is egyébként, hogy csak egy-két ember itt van, beszélgetek velük, akkor az úgy jó, de... Ha nincs kivel beszélgetni, az viszont az elég rossz. Az nagyon rosszul tud esni. Hogy mondjam,
Mebunak sem az esik szerintem rosszul, és nekem sem, hogy mondjuk néha van olyan, hogy egy-két néző van, hanem hogy az egy-két néző is húsban van. És látod, hogy eleve alig vannak, az nagyon rosszul tud esni egyébként, amikor látod, hogy alig vannak, és még nem is írnak ráadásul. Az ugyan... Akkor úgy azt mondom, hogy hát, mégis amúgy ennyi erővel akár streamen kívül is tudnál játszani. Az úgy... Az sokkal jobban meg tudja viselni az embert, mint az, hogy most látom, hogy hatan néztek, hat néző van itt, de azért megy a chat. Tehát nem azt mondom, hogy pörög, de azért na. Van kommunikáció, és ez sokkal többet jelent szerintem, mint az, hogy most itt lennénk 600-an, és mondjuk ugyanígy csak ennyien beszélgetnénk, tehát nem a nézőszám számít, hanem az, hogy mennyi interakció van a streamer és a chat között. Vormirnál van 4 pont elérhető. Egyértelmű, hogy HP-re rakjuk. Persze, de takán én is azt szoktam csinálni, hogy dolgozok, de akkor van, hogy csak beköszönök, mondom, hogy de közben dolgozok, vagy csinálom a házi munkát, stb. És akkor az egy kicsit más egyébként. Ezt szoktam általában jelezni. Vice Ghost, igen, DS az, nem tudom, láttátok-e? Megosztom. Hol van az? Hol raktam? Itt van. Szóval, ezt a képet, ezt én csináltam. Megláttam az egyik Facebook oldalon ezt a mémet, és így eszembe jutott bevillant ez a kép. Szóval a Vice Ghost-ra lehet számítani. Így van, sok embert meg lehet ismerni, meg hát tényleg én is ugye így ismertem meg ugye drágámat, így jöttünk össze gyakorlatilag, hogy elkezdtünk beszélgetni a Twitch-en. És azért ez tök jó, hogy van egy ilyen közösség, teremtő, ember összehozva, hogy mondjam, tehát tehát egy olyan platform, ahol ugye az emberek össze tudnak úgy mondani, mert közös az érdeklődési kör. Úgy tudom, ez jó. Igen, tehát ez nem ördögtől való, szerintem, hogy a közös érdeklődési... Nem Twitch-en, mert 15 éve még nem volt Twitch, gondoltam, de hogy a közös érdeklődési körű emberek azok úgy... Ha van egy platform, egy közös platform, az lehet egyébként, tehát nem feltétlen kell itt online platformra gondolni, lehet offline is. Hát az nagyon búzis egyébként. Nem. Amúgy az egy robot? Nem, az egy hulla. Hullalá. Csak le van rohadva a bőr róla, vagy a hús, meg minden. De én kicsit távolról úgy nézek ki, mint a robot. Egyébként egyre több gamer lány van. Ami nem feltétlen probléma szerintem. Így van. Bár annak nem nagyon örülök, hogy nem azt mondom, hogy többség, de mondjuk van egy olyan réteg, aki hát nem a gamer képességeivel tűnik ki, hanem egyéb testi adottságaival. És az úgy nem annyira... Azt úgy nem annyira kultiválom. Nesze. Nesze, Butcher. Nesze. Őt is beaktiváljuk. 100%! Akkor lett volna csúnya, hogy a 100%-nál visszali egyébként. Nagyon jó. Mentünk egyet. Elbussoljuk. No line of fire. Ez viszont az baj. Itt akkor le kéne valahogy izélni, nem? Szedni. Hmm.
Hát ez az ugye Weisskorsz, hogy csak oda menni egy lányhoz. Hagyjuk már. Fú. Csak... Ezt a lúzerek csinálják. Kappa. Látszik, hogy az a típus csaj, aki 10 évvel ezelőtt még lebuzista azokat, hogy számítok, hogy a kajászat. Igen. Hát igen. Most az a divat azzal lehet nézettséget generálni, hogy valaki kirakja a tőgyeit, és közben... Jaj, nem tudok játszani. És érted, sokszor fordítva vannak a képarányok, tehát nem kicsiben van a facecam, hanem nagyban van a facecam, és kicsiben van a játék. Tehát, úristen, és mikor először életemben belefutottam egy ilyen streambe, srácok, én elszörnyülködtem. Nem mondom, hogy ilyen a világon nincs. Na, de itt van egy megoldandó problematika. Ott van egy medbot. Meg kell baszni. Nem, mint hogyha roboszexuális lennék, de azért jó lenne. Ők már csak level 10-esek egyébként, tehát ez már nem annyira. Hát igen, ez a baj. Ez a baj, hogy másfelől meg igen, kurva jól csinálják a kurványukat. Nem akarom mondani, hogy a fene egy a manóba. De tényleg, tehát jól csinálják. Olyan észre fognak venni? Nem. De első, mert azért az egy másik tészta, of course. A sámán? Lehet, hogy a sámán jön. Lehet, hogy őt be kéne ambusolni. Nézzük meg a sámánt. Mi van akkor? Ha... A medboltot le tudnám fogni egy darabig. Ő rá tud dőlni. És ő is rá tud lőni. És ő már nem tud relni. Az baj. Az nagy baj. Nagyon nagy baj. Na várjátok. Ez így. Kettőből nem tudjuk megölni a sámánt, ami probléma. Annyira csak azért videóznék, hogy nagyobb játékvelő pillanatokat őrizzek meg, mert néha... Egyébként Tom White nem véletlenül szoktam én is Word-ra feltölteni a gameplay-eket, mert hogy mondjam, tehát ez egy... Jó, exit combat szerintem, most itt az lesz. És én itt körbe jövök szerintem. Jó, loot, nagyon jó. Mi ez a crit 25? Valami nagyon baragott. Pillanat? Türelmet. Úgy hallottam, mintha... Ugye? Ugye Trakan? Mintha csengettek volna. De nem cseng. A kapucsengő. Pillanat, megnézem már. De szerintem nem drágám írt. Neki még nem kell hazajönnie. Nem is remélem. Hogy... Nincs semmi probléma. És nem azt írta, hogy haza kell jönnie. Nem hallottál semmit. Jó, akkor csak az én fülem. Viccelt meg.
halucinálok itt jobbra-balra. Bezzeg egyébként, amikor meg kell, akkor én nem hallom meg. Vagy az egyébként az is lehet, hogy a szomszéd nagy csengettek és azt hallottam, nem tudom. Na, szóval Highcover-ben vagyunk, az ott nagyon jó. Csinálják a faszik is. What? Strakan, na már. Rosszat fogok elmondni. Az az egyetlen nagy problematika. Csak, hogy neki nincs túl nagy távolság. Tehát nem egy távolsági gyilkos. És ha ő lebukik, az nagy gáz. Az kurva nagy szívás. Hát nem tudom, hogy hol hide-oljak, vagy kinek hide-oljak, de jó van. Na, nézzük meg. Hát... Szomorú. Hát nem vagyok ebben annyira... Nagyon biztos, hogy ez egy jó ötlet volt. DSLR? Lehetne. Ups, kapta! Az a jó, hogy a sámán valamiért, és hát nagyon remélem, hogy a sámán az ott béken. Overwatch. Ugye nem hív erősítés, de... Aj, bazd meg. Gáz. No chance to hit. Hát figyelj, szerintem... Tölts újra, Overwatch. Milyen az Overwatch? Az Overwatch. Elmisszeli, bazd meg! A Dax is elmisszeli. Elmisszelte. Jó, akkor én azt újra töltöm. Igen. Már Mebu jól írja. Hát nem tudom. Nem tudom, és hova, hogy kéne megfogni. Lehet, hogy Shamannal kéne kezdeni. És akkor viszont lehet, hogy ez a pozíció, ez itt jó volt nekünk, itt az elején. És ugye a Reinforce-ot biztos, hogy fog küldeni. Ahogy 16 darab HP-ja van, még így is. Jaj, bazd meg ez a játék. Hogy a regroup az arra megy, akit legutoljára feloldasz. Na mindegy. Hát ugye?
És amúgy az a durva, hogy ebben a játékban elvileg javítottak a... Tehát kijavítottak pár olyan dolgot, ami annó az Escamban... De nem ugyanazok a fejlesztők csinálták nyilván, csak ugye arra alapul az egész. És hogy sokat tanultak a hibákból. És például az egyik hiba ilyen volt, hogy 2 méterről nem tudta lelőni az enemit. De... Hát ezek szerint... Amúgy valószínűleg azért, mert ugye full coverben volt, és hiába vagyok 2 méterre, hogyha full coverben van az enemi, akkor nyilván nem... szart nem érek vele. Nem jön az közelebb egyébként, a sámán. Annak szerintem közelebb kéne jönnie. Jaja, úgy. Gyere. Na most egy ambust nyomunk akkor. Hát nem nyomott kritet, nem baj. De végül is úgyis meg fognak hallani minket, úgyhogy tulajdonképpen tök mindegy. Csak kapja. Igen, az enemy meghallott engem. Tényleg. Mondjuk az nem baj, hogy onnan jönnek. A John Wick 3 az jó lesz amúgy. Úristen, hát olyan zenék vannak, meg a kurva jó. Hát meg Keanu Reeves. Tehát ennyit mondok, Keanu Reeves. Ő kurva jó. Neki nagyon jól áll a szerep. Mennyit tud lenni. Ez a kis pöcskénzon. Senkit nem tudok lőni? Akkor Overwatch. Reload. Már lehet sok. Na most kapta. Jó. Hát akkor az egyiket... Alapvetően az így. Egy bor miért tök jó helyen van, mert ha jön majd a medbot, akkor tudja lelőni. Hát ezek itt annyira nem jelentenek nagy problémát jelen pillanatban még. Aha, felszedi a csávót, értem. Aha, jó. Akkor lehet, hogy ott nem is akkor nagy probléma. Úristen, láttátok, hogy mennyi enemit tud célba venni? Hát a medbot az szépen azért kellene, de közben ezek is itt problémát jelentenek. Itt a becsörök, de szerintem ezekkel fogom kezdeni. Aztán meglátjuk, hogy... Hát elég nagy probléma, hogy Bormin ennyire szar, mármint olyan értelemben, hogy... Hogy nagyon kicsi a látótávolsága. Ajaj. Az már viszont baj, viszont talán most már lőtávolságban van. Aha. Remélem, hogy... Uff!
Hogy van? Itt van mögöttem valaki? Ha itt van egy... Aha, és meg lehetne ölni. Mind a kettőt. Jó. Nagyon jó. Bazd meg és elmisszeli, hát ez hihetetlen. Jó. Oké. Oh. Jó, az a baj, nem baj. Tehát az a jó, hogy Borminnak kurva sok HP-ja van. Na, misszel. Az enemy is. Na, a Madbot most mit fog csinálni? Hol fog menni? Oda. De az nagyon jó. Nekünk az nagyon jó, mert akkor tudunk rá tüzelni majd. Így van. Ki is feküdt. Hát ez probléma. Ez probléma. Jó. Ú, de nagyon körbevettek minket. Hoppá. Ennyien vannak. Nagyon jó. Nagyon jó. Fasza. Nem baj, egyébként szerintem. Lászkosz. Én örülök, hogyha ti elbeszélgettek, meg elvagytok. Ez amúgy tipikusan egy olyan játék, hogy jó, nyilván figyelni kell. Abszurd. Jaj, kettős akar sebezni, csak elnyerte a páncél. Ha, ez kurva jó. Nagyon jó. Ezt tetszik. Na. Madbot. Nagyon jó. A Madbot még egy darabig ott fog maradni. Igen. Jó, hát ő tudja. Nagyon jó. Újra tölt. Hoppá. Eszkam alapokon van egyébként alapvetően a játék, tehát igen, Wise Course. Nem is nagyon tagadták a készítők, hogy arra tehát azt a rendszert és annak a játéknak a hibáit akarták javítani. Úgyhogy igen. Le tudom... Várjatok csak. Szerintem. Nagyon jó. Got that right. Nice. Reload. Ha, szerintem vele előrébb kell jönni. Egy pöttyet. Mert... Leszünk jóban.
Most akkor most így a medbotot ki tudom érni, és akkor ez most már nem fog problémát okozni, nem fogja felélasztani a embereket, ez így nagyon jó. Szelma, így van, nem nagy probléma, és hát de... Akkor majd... Hoppá, critical damage. Nézzük, mit tudunk vele csinálni. No chance. Hát akkor Selmát szedje fel szerintem. Teszünk egy megkerülő hadműveletet szerintem. Vagy valami hasonló. Ezt nem értem egyébként, tehát most írja, hogy no line of fire, de az enemy meg el tud engem találni, tehát azért hagyjuk már. Ez szerintem ez gecire unfair a játéktól. Tehát azt nem tudom, akkor ha nekem nincsen rálátásom, akkor az enemynek hogy van rám látása egyébként? Ezt azért mondjuk így, most így megkérdezném a készítőktől, hogy ezt... Hogy? Úristen! Ezt miért csináltad, bazd meg? Azt a kurva. Na várjál. Átjövünk ide. Áttaktikázzuk magunkat. Hát, ez szerintem ez... Igen, ezt akartam mondani. Ugye ez egy szép missz. Elkezd rángatózni a karakter, akkor a kritikát kapott, hallod? Elkezdett rángatózni a karakter. Ezek, hogyha bármint oda visszük, akkor jó-e? Oh-oh. Hopp, az egy miss volt. Maludjának nem kéne megdöglenie? Amúgy. Egy damage, persze. Na figyelj, ez miss lesz. Ez miss lesz. Nem. És nem lesz miss. Hogy létezik? Hogy létezik, hogy ez nem lett miss? Hopp, ez egy 6 damage. Hopp, de szép miss volt. Ilyet én szoktam lőni. Na, figyelj. Hű. Megvan. Na, egész jól ment. Nem hajdolni akarok, hanem recallolni, bocsánat. Lootoljunk akkor. Nem azt mondom, hogy simán ment, de... Ja, nem volt rossz. Mi van, Himecica? Hiányzik anya? Igen, a játék mindent tud. Így van.
Mondjuk ez tényleg kicsit elég csalásszagú volt, most nem azért a 2 forintért, de... nem, valahogy ez így nem volt fair szerintem a játék részéről, hogy nekem kiírja, hogy nincs rálátásom, ő meg úgy amúgy lazán lövöldözget rám, tehát... Mit csinálsz? Mit csinálsz? Mit csinálsz? Igen, te. És nézd rám, mint hogyha... Én semmit nem csináltam. Á, nem, csak a szőnyeget kezdted el karmolászni. Azon élesítette a körmét. Jó, akkor az itt megvan. Akkor az itt ennyi. Hát nem sok loot volt egyébként itt. Dobhatott volna többet a játék. Ezt mondom egyébként, hogy lootban eléggé szegényes. Nem igazán adja úgy, ahogy kellene. Tehát gyakorlatilag most itt életemet kockáztattam azért, hogy itt ezeken az enemiken átmenjek, átverekedjem magam, és szinte semmit nem kaptam. Tehát egy fegyvert nem tudok fejleszteni, egy higgelt nem tudok vásárolni magamnak, semmit. Az ég egyet a világon semmit nem tudok csinálni vele. Na jó. Fallen Angelnél voltunk. House of Bones van. Az következik most. Ugye az volt az, ahol... Ahol az előbb nagyon betámadtak minket. Szóval kicsit, hogy is mondjam, a játék jobban jutalmazhatná az erőfeszítéseimet és a kockázatvállalásomat. Alapvetően csak ennyi bajom van ezzel. De nem túl sok lehetőség egyébként nincs a játékban. Az is látszik. Azért az XCOM 2-ben például ugye a bázist például azt lehet fejleszteni, építeni, úgy a katonákat lehet kifejleszteni, stb. Stb. Talán már egy picit túl bonyolult is. Azért nem is igazán jött be nekem például az XCOM 2. Ez meg talán a másik véglet, hogy annyira le van csupaszítva, annyira le van egyszerűsítve. Picit több megerősítést. Mindenkinek találja jó streamet, köszi. Rendben, Tom White, köszönöm szépen a követést, még egyszer további szép estét kívánok, és remélem, hogy még találkozunk itt a streamemen, vagy máshol, Twitch-en. Szóval a játék jobban jutalmazhatna. Ennek is megvan a pszichológiája, tök érdekes, hogy spread out. Ugye egy játéknak, hogy hogyan kell jutalmazni a játékost, hogy úgymond... Hát nem is az, hogy függővé, de hogy azért ne adja fel nagyon hamar. Az ott egy butcher. Ha? Na, lehet, hogy csak ezt mentek, mert ott lehet, hogy őt le tudjuk szedni. Feltűnés nélkül. Nem így terveztem.
Nem úgy terveztem, hogy Dex fogja magát és misszeli a dolgot. Ajjajjajjajjaj. Lángra is kapott. És komoly, out of range. Hú, Borminnak nagyon-nagyon sürgősen szerezni kell valami olyan fegyvert, amire amivel távolra is jó, mert jelen pillanatban oké, hogy baszó. Közel fegyverei vannak, de egyszerűen nem. Olyan szinten közel kell menni, hol vele az enemihez. Hogy ez már azt mondom, hogy irracionális. Száz százalék kritet fog adni. Ugyanannyi sebez, mint a két fegyvere. És lemisszeli, bazd meg. Lemisszeli. Nem. Borminnal nem kell lőnöm. Borminnal nem kell lőnöm, mert a tűz sebzéstől, amit Dax beadott neki, attól meghal. Nem kell. Így van. És ha most Selma tud neki adni egy... Nagyon jó. Jó, nem lettünk észre. Béve. Nagyon szépen mondtam. Szóval nem vettek észre minket. Jó. Van itt egy marúder. Level 20-as. Ami már nincsen ott a koponya. Az jó jel. Bormin nem baj, hogy ott van szerintem. Ez a helyzet. Nem tudom, nézzük meg. Még ignoráljuk egyenlőre. Nagyon jó. Ó, viszont nem kapott lángra. Ez baj. Kill the woman! Got it! They're gonna burn!
Akkor lenne jó, ha Dax be tudná adni a ránk sebzést, hogy mi a faszt. Az jó lenne. Azt tudnám értékelni. Lehet, hogy belekezdek. Ah, ez az. Jó. Most jó lesz. Remélem nem bossza. Meghalt. Zsír. Kösz. Nagyon jó. So bad. Oké. Okay. 5 pont elérhető neki. Hát vagy ezt tudom kifejezni. Vagy még várok vele egy picit. Ez például nagyon hasznos lenne, úgyhogy lehet, hogy vele még egy szintet még fogok várni, és ezt fogom kifejleszteni inkább. Hát Duxnál még nagyon sok minden kell. Neki 7 pont kell. Na, csak 3 van. Még, neki is még 3 kellene. Ez rengeteg. Látjátok, hogy amúgy nem nagyon vannak itemek sem, semmi. És mindegyik jó. Squad. Ah, jó. Ja, neki még armorja sincsen. Hát nagyon jó. Hand grenade. Nem tudom, hogy kéne tovább menni, de azért szépen szeregetem itt egyesével őket lefelé. Körben érzek. Az a tuti. És akkor... tudom. Mindjárt jobb a helyzet, hogy így most két elemivel kevesebb van. És nem is riasztotta be. Többieket. Ráadásul az a legjobb, hogy most ugye, amit korábban megöltem, vagy akiket már korábban megöltem, azok nem élnek újra. Úgyhogy az mindenféleképpen jó. Bazd meg. Ezt... Áj, ezt nem. Ez most komoly összeakadt Selma meg Bormin. Gratulálok. Összeakadtak. A nagy újraegyesülésben. Na mindegy. Baj, hogy ahhoz, hogy őket fent embusoljam, fel kéne mennem. Szerintem. Nem hiszem, hogy csak úgy lentről tudnám őket lövöldözni. Uh-huh.
eszembe jött van egy baszó Johnny. 20-as szintű. Sect Hunter, Sect Butcher. Itt a kérdés az, hogyan minimalizálom a mennyiséget. Hogyan tudom úgy lecsökkenteni az elemiknek a mennyiségét, hogy ne húzzam magamra az összes többit. Nagyon taktikusan kell egyébként menni. Meglepő módon. Vagy nem tudom, lehet, hogy csak én taktikázom túl, vagy nem vagyok annyira jártas ezekben a játékokban. Simán benne van a pakliban. Jaj, nézzük, megpróbálok ide jönni. Azok elvileg nem kéne, hogy észrevegyenek. Igen, mentek egyet. Igen, mert ugye azok fent vannak, mi meg itt vagyunk lent. Így van. Tehát én itt nem tudok gyűjtögetni. Most alakulgat a loot. Alakulgat common scrap. Akkor nem tudom, hogy megyek fel. Defibrillátor. Level defibrillator disappears to have been a relaxation device of sorts the diagram. For the ancient relaxing whilst the device was used, possibly having those annoying flips removed at the same time. Ennyi kaptunk egy artifact pointot. De akkor nem tudok felmenni? Én azt hiszem, hogy fel tudok menni. Érdekes. Akkor ezek tényleg fentről kell. Vagy nem fentről, tehát hogy úgy kell leszedni, hogy nem egy szinten vagyok velük. Érdekes. Azt hiszem, hogy fel lehet menni majd lépcsőn. Baj, végülis ki van lootolva minden. Az, hogy visszamegyünk most az árkba, van egy pár dolog egyébként is, amit el kell költeni. Hi. If you're here to pick through my dad's stuff, it's been picked clean, okay? Na, a szálmának a fegyverén tudunk fejleszteni. Nem állt. És már 5 damage van, 7 kritikállal. Úgy azért kellemes. Jó, elvileg most már minden fegyver 2-es szintű. Nem, ez nem. Ja, akkor a következőre, akkor majd azt kell majd fejleszteni valószínűleg. Pull up a stool, stalkers. Igen, de kettők kellenének. Hát 20% discountot kapunk végül is, annyi, hogy több cuccot tudnánk vásárolni, de az a helyzet, hogy szerintem ez sokkal fontosabb, mint ez. Ez is fontos, ez is, az, igen, az baj, ezek itt elég fontosak. Úgyhogy megvárom, hogy kettő legyen.
So good to see you, stalkers. Hát abból most sose elég, ugye? Bye now. I trust in you, my brave stalkers. I know you will find Hammond. But I regret this search is taking longer than we anticipated. You're going deeper into the Zone, farther than you have ever been. This exploration may lead to questions. Questions poison the mind. Keep your mind on the mission, and you will prevail. Good luck. Survive and persevere, my brave stalkers. Elvileg egyébként ennyivel, ha minden igaz, akkor majd investigate the crash site. Aha, akkor még nem. Valami crash site-ot kell investigate-elni. Ott fent mutatja, hogy merre kell menni. Nem tudom, hogy kell egyáltalán az elemikkel foglalkoznom ahhoz, hogy a crash site-ot investigate-elni tudjam. Megnézzük. Ja, ott ugye a jelenmű úgy néz kifele. Az a baj, hogy... nem tudom. Hogy őket honnan tudnám leszedni? Fingom nincsen. Hát itt van fent valami. Ja, de az nincs összeköttetésben. Jól látom. Aha. Nincs összeköttetésben. Az a része. Hátul van valami. Ja, ott tudnék tovább menni. A másik területre. Aha. Itt az ilyen kijárat. Igazából. A medbot az annyira nagyon nem. Aha. Aha, tehát ez a crash site maga. Itt. Bezd meg. Fassa. Elvileg azt mondja, van egy medbotunk, van ugye egy baszó Johnny-nk, van ott még kettő, van egy Pyro, van egy Hunter. Hát ez elég sok. És magasabb szintűek, mint mi vagyunk. Nem tudom, megnézem a másik területet. Hát, ha az kicsit talán... alacsonyabb, vagy nem tudom. De nem hiszem. Lehet, hogy loot az megvan, és akkor azt meg tudom nézni. Nem akarok úgy belemenni harcba, hogy alacsony szintű, hogy izzajent fala. The two star-crossed lovers, Izzar and Fala, ran away to a lost palace somewhere in this area. This might sound crazy. Crap. Could this be the palace? Was that the legend about Izzar and Fala and all the loot they were hiding away in the lost palace? Because that's the story I'm interested in. These star-crossed lovers better have some supplies. We need them. I've seen ghouls like this before. Burned to death by some electrical energy. Hammond told me of metal men who carried weapons like that.
Tudom még bent valami esetleg? Komma a scrap. Sok. Hát, ha találnék valami ilyen régi cuccost. Csak ott van fent egy Hunter. If there's any grub in there, we gotta fight those ghouls to get it. What are the machines doing? They're crazier than us. We've got to run when they're not looking. That's what Snevel said. And Bilge and Muckley. Now Snevel, Bilge, and Muckley have no heads. Because they ran. Muckley had one foot. How can he run? Said Muckley, we will make it. Hú, hát ez is egy nagyon barátságos területnek ígérkezik. Sámánokkal, meg minden ilyesmivel. Tehát nyilván ugye a jó lootok, amik ott vannak, amik hivogatnak azokat, hát ugye őrzik. Nem annyira jó így. Jó, akkor visszamegyek inkább. Én azt mondom. Így is összegyűjtettem egy kis lootot. Nem sokat. Na, ott is van valami. Hopp, hopp, hopp. 45-ös szintű. Hát azért az elég durva. Elvittok már. Mi a fasz? Baszki. Follow me. És az a durva, hogy amúgy könnyű fokozaton játszok. Mondjuk nem biztos, hogy, hogy vonatkozott az elemiknek a nehézségére. Ugye az egyik könnyítés az az, hogy minden egyes harc után regenerálódnak, és elvileg minden visszatöltődik, amit ilyen heal meg ilyenek, vagy nem tudom. Hát, egyik se könnyű, egyik se könnyű. Az a baj, hogy elfogytak azok az enemik, amiket egy körből meg tudok oldani. És ez innentől kezdve az probléma. Óriási probléma. Konfrontálódni kell most már.
Mindenféleképpen. Ha, várjatok csak. Van egy ilyen. This man fell out of the ugly tree and hit every branch on the way down. That's ugly! Ugly Ark Man! Hát megnézzük. Sokat nem veszíthetünk. Kíváncsi vagyok, hogy mennyit fog betriggerelni. Ugazni. Ja, aha. Az egyébként nem baj. Lokalizálni tudom. Legalább a lentieket nem triggereltem be, az nagyon fontos. Legyen reload. Hát nem tudom, megnézzük, hogy mi van akkor, hogyha őt most itt lelövöm. Mennyire halnak meg. Hallanak meg, akarom mondani. Enemitől. Hát nagyon meghallottak. Nagyon meghallottak. Ez annyira nagyon jó nekünk. Ah, volt még egy butcher, mint ezt lehetett volna szedni. Ajaj, Gormin nagyon kapja. Szerintem most inkább hiányolnia kéne.
Hát ez így baj. Ó. Ez nagy baj. Azt hogy dobta be? Megpróbálom, aztán megnézzük, hogy... Talán kéne jönnöd csaja. Hogyhogy nem tud ő feljönni ide? Nem is értem. Az egy missz volt. Borgon kapja. Érdekes, hogy Borgon nem tud refelelni. Mindenki out of sight of one. Na jó. Számát ki kéne innen hozni. Nagyon-nagyon nehéz.
úristen. Az a baj, hogy Borminnak még izéje sincsen. Silent weaponja. Mert legalább izéjének van. Duxnak meg Selmának, de Borminnak nincsen. És így nehéz, nehéz lopakodást csinálni, hogyha egy sneaky betolni az akciót, hogyha csak kettőnek van. Első nem is túl erősek azok a fegyverek, az is egy nagy probléma. Itt van egy bacsor, csak az a baj, hogy közben meg itt van rögtön a csávó. És az biztos, hogy észre fogják venni, hogyha én azt megölöm. Sehogy nem jó. Sehogy nem jó. Sokan vannak. Hogy kéne, hogy jó legyen. Hoppá, Borman kicsit beakadt. Ez majdnem jó volt, csak akkor Borman elsütötte a fegyvert, akkor ugye azt meghallották. És ez egy elég nagy probléma. És olyan hűt, nagyon sok HP-nk nincsen egyébként. Tehát az enemikhez képest szerintem... Igen, erős handicappel vagyunk jelen pillanatban. Cicával beszélgettünk. Mi van? Puh. Cica szer. Break up. Come on. No. Gémelszék, az nem kaparófa, himetszece. Igen, és az a fasza, hogy onnan ki tudnak rohanni, és tudnak lőni majd minket, úgyhogy az biztos vagyok benne, hogy azt nem... Azt én nem fogom megkockáztatni. Ez a medbot az meg mennyit tud futni? Rengeteget. Rengeteget tud futni.
Próbálunk egy másik taktikát. Jó, hát végül is így kb. Baszhatom. Sokan vannak. És a Hunter be is kerített minket. Na jó, azt nem tudom, hogy fogom megoldani. Ötletem nincsen. Kaja, komolyan mondom. Tehát ez szerintem, ez kurva bonyolult ez a pálya. Ezt nem tudom, hogy a jelenlegi szinten a jelenlegi képességekkel ezt megoldani, tehát ez szerintem ez... Nem tudom, nekem ez magasnak tűnik jelen pillanatban. Nem tudom, olyan, mint hogyha... Se tudja. Esetleg azt meg lehet próbálni, hogy Bormint szándékosan hátul hagyni, és őt csak arra használni, hogy híleljen. Ha úgy van. De nem tudom, szerintem észre fognak venni. Vagy nem tudom. Hát a Silent Weapon-ökkel... Hát hogyha a Silent Weapon-ökkel le tudom szedni a izéket, fent ezeket a faszokat... Az egy hatalmas nagy... This man fell out of the ugly tree and hit every branch on the way down. Ugly Hawkman! Igen, csendben van mindenki. Nem baj. Én beszélek. Ez full cover-nek minő... Sűr. Hát itt valami el van basszva. Look at these murals. They look so happy. Like they're in Eden or something. Thing.
Kíváncsi vagyok, hogy ki hallotta meg. Az a baj, hogy ezt viszont szerintem a többiek is meghallották lent. Lassan dagyanom. Értitek, amúgy ez tehát... Enemy miért tud kihajolni ott? És én miért nem tudok kihajolni én fedezéken mögül, hogy lelőjem? Tehát miért írja azt, hogy no line of fire? Azt meg visszali. Gatsziből az meg... Gratulálok. Fasznak ír... Aj. Gratulálok, bazen. Hogy? De most ez hogy? Nem. Én azt most nem értem. Az hogy került a képbe? Jó. Nem, hát most nekem nincs türelmem. Nem, ezt most nem értem. Ezt most nem vágom, hogy az, hogy lehetne ezt a pályát megcsinálni. Úgyhogy... De szerintem a mai stream az itt fog véget érni. Nem, nagyon nem egyszerű. Hú, egyre csak bonyolultabb lesz amúgy. Nem igazán tudom, hogy tudnám ezt megfogni, tehát... És tényleg úgy tűnik, mintha a karakterek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon alul lennének. Tehát alatta lennének annak a színnek, mint ahol az enemy van, és olyan nagyon furcsa, olyan, mintha jóval magasabb területen járkálnék, mint ahol amúgy lennem kéne, nem tudom. Nem értem. Ja, másik. Úgyhogy ez kicsit furcsa számomra. Na mindegy.
majd lehet, hogy majd utána, ennek is majd utána kell nézni. Biztos megvan a taktikája egyébként. Lehet, hogy hát, se tudja, hogyha nagyon félre mentem, akkor lehet, hogy amúgy nem fogom folytatni ezt a játékot, vagy nem tudom, vagy lehet, hogy újra kezdem, és akkor... De szerintem nagyon nem mertem félre egyébként a fejlesztésekkel, mert egyrészt nem sok van, másrészt meg az elején eléggé le van kötve, meg van kötve a játékosnak keze szerintem. Tehát nem nagyon tudja hova pakolgatni a pontokat, mert úgy nem nagyon enged a játék pakolgatni, tehát nem ad akkor a szabad kezet. Na mindegy, majd meglátjuk. Srácok, köszönöm, hogy itt voltatok, a technikai malőr ellenére is. Igen, biztos, hogy a stratégia kulcs. Több mint valószínű. Holnap is várható stream, nagyjából ugyanebben az időpontban, illetve szerdán is szerintem. Hát, hogy mi, az nem tudom. Jó kérdés. Ha holnap nem leszek túlságosan fáradt, de majd meglátjuk. Cica. Majd meglátjuk, hogy... Ó, igen, egyébként elfelejtettem visszaállítani itt a kamerát, már arra megfeledkeztem, hogy közben a facecam az újraindult, úgyhogy mindegy. És... szóval lehet, hogy holnap Sekiro lesz, vagy valami hasonló, nem tudom. Vagy DS2, majd meglátjuk. A kettő közül melyik. Melyikhez érzek több türelmet magamban. És akkor majd... Hát kiderül, nem tudom. Az a helyzet, hogy van játék egyébként. Tehát nagyon sok játék van most a tarsolyban. Tehát a Sekiro, DS2, eleve nem rövid játékok. Akkor itt van ez is, itt ott van még a Republiké, meg még van a Dark Mouse. Úgyhogy van miből válogatni. Hogy várlak titeket szeretettel holnap is, illetve holnap után, és ha esetleg elmaradna valamilyen váratlan dolog miatt, akkor arról úgyis majd Discordon majd írok. Akkor fogtok értesülni róla, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, srácok, további szép estét mindenkinek, sziasztok!